Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaika Sopron televízióban. Sport a mi szenvedélyünk címmel háromnapos közösségi kulturális szabadidős és közösségi programsorozatot rendez a Soproni Tigrisek ESE, az Egyesület elnöke Nagy Tamás a vendégem, akit sok szeretettel köszöntök. No, nézzük akkor, mit is takar ez a név, hogy sport a mi szenvedélyünk. Nagyjából lehet azért erre satszolni, de kicsit írjuk ezt körül. Hát az Egyesületünknek már 24 éve sport a szenvedélye, és hát lehetőség nyílt arra, a önkormányzat kiírt egy pályázatot, ahol elindultunk egy Széchenyi 20-20 keretében, megpályáztunk egy esemény sorozatot. Kemény munka van mögöttünk, de reméljük, hogy olyan előadássorozat és élményben lesz része a sportolóknak, illetve a sportot szeretőknek, az egészséges életmód szeretőknek, hogy emlékezetes hétvégéjük lesz. Lesz esemény rengeteg. Ugye csütörtökön indult el ez a programsorozat délelőtt, és tart egészen szombat estig. Így van, csütörtökön már három iskolában délelőtt részt vettek a tanulók az előadásainkon. Érdekességképpen mindenhova elvittünk három olyan fogyatékkal élőt, aki teljes életet él. Van egy siket hölgy, aki siketként éli az életét, és fantasztikus munkát végez, illetve Buczko Andrást mindenki ismeri Sopronból, aki a vakként éli életét, és hát Molnár Attila, a kerekesszékes kosárlabda magyar válogatott játékosa, a Tigrisek csapatkapitánya mutatkozik be a sportolóknak, fiataloknak, érdeklődőknek, és Csizovszki Sándor, aki a drogprevencióval foglalkozik. Úgyhogy elég szép létszámban, közel 500 tanuló a három iskolában, az Orsolyában, a Széchenyiben és a Fenyőtéren hallhathatta meg az előadásokat nagy érdeklődés mellett. Akkor tulajdonképpen a sport mellett ez egy ilyen érzékenyítő program is? Igen, hát egyesületünk mindenképpen a fogyatékkal élőkre odafigyel, hiszen kerekesszékes magyar bajnok csapatunk is van, személyes indítatásom is, hogy én szüleim siketnémák, illetve édesapám már csak volt sajnos, és egész életemben a fogyatékkal élők között éltem, és úgy gondolom, talán az átlagosnál erre kicsit érzékenyebb vagyok, és szeretném bemutatni, hogy ők is teljes életét értékű emberek. Ugye a csütörtök, ami, ahogy látom, azért többségében az előadások napja volt, jön a péntek, ott pedig belepillantottam a programba, ott már inkább a sporté lesz a főszerep. Sport és az egészség, ami kettő összefügg. Anyony már csütörtökön délután elindult a láthatatlan kiállítást, amit a vakok szervezik a segítségünkkel. A Győr-Moson-Sopron megyei Vakok Egyesületének soproni csoportja hozza el azokat az eszközöket, amelyek az ő életüket segítik, szórakozásukat segítik, közlekedésüket segítik. Óriási az érdeklődés már most előre erre a kiállításra, itt a Liszt központban, pénteken, holnapi nap, 13:30-kor lesz a hivatalos megnyitó, de reggel 9-től délután 5 óráig, pénteken és szombaton is várjuk a látogatókat, remélem mindenki befér, mert óriási érdeklődés van az iskolák részéről is. Ez nem a budapesti láthatatlan kiállítás, ezt mi magunk szerveztük, de legalább olyan érdekes és színvonalas lesz, mint ha ott lennének Budapesten. És akkor ugye sport, ami még érdekes a pénteki napban mindenképpen. Valóban a sport és egészsége még ehhez kapcsolódik, hogy 13 órától 16 óráig itt a Lisztben a láthatatlan kiállítás keretében egy diabétesz programunk is van, hiszen a látás és a cukorbetegség sajnos összefüggő dolog. Ingyenes vércukormérés lesz, ingyenes egészséges életmód tanácsadás lesz, ugyancsak itt a Lisztben, és hát indul 14 órától a 24 órás kosárlabda, amely szombaton 14 óráig tart, a belvárosi sportcsarnokban, ahol már időszakokra lehet jelentkezni, hát már eléggé tele vannak az időpontok, csak a szombat délelőtt van még egy-két üres hely. Nagy az érdeklődés, hogy kosarazzanak, rengeteg tigrises játékos is jön, természetesen akik jönnének kosarazni, hanem főleg ők, de mindenkit várunk még a szombat délelőtti napra, ahol lesz dobóverseny, ki lehet próbálni a kerekesszékes kosárlabdát. És hát a pályázat keretében lehetőség nyílott arra, hogy egy defibrillátort vásároljunk, amit a belvárosi sportcsarnokba ki is helyezünk pénteken 4 órakor. Az utcán is lesznek eligazító táblák, ha valaki jön az állomásról, rosszul lesz, ha látják, hogy rosszul van, bejöhetnek, és reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de ha szükség van rá, akkor reméljük, életeket tudunk ezzel megmenteni, ez több 100 000 forintos készülék, és délután 16 óraktól a mentőállomás vezetője egy újraélesztési tanfolyamot, bemutatót is fog
tartani azoknak, akik ott dolgoznak, sportolnak, edzőknek, hogy tudják használni, bár le van írva pontosan, de azért jó, hogyha egy szakember mutatja be ezt a dolgot. A pénteki nap erről fog szólni, szombaton pedig 9-kor a Vadon Lovas Klubban egy nagy futófesztivált szervezünk, oda is várjuk kortól 0-tól 100 éves korig a versenyzőket, mindenki megtalálja, reméljük szép időnk is lesz, úgyhogy a futóverseny is sikeres lesz. Majd 14 órakor lesz az eredmény hirdetése és lezárása a kosárlabdának, és 16 órakor szintén a Becsában, a belvárosi sportcsarnokban egy fitness bemutató lesz 2 órán keresztül, ahová ingyenesen jöhetnek sportolni, fitnesselni, megtekinteni a fitness világát az érdeklődők, és ahogy mondtad, az egész rendezvényt szombaton este a Búgócsigában egy nagy happening, egy koncert zárja, aminek külön érdekessége is van. Ugye ez a koncert, ez 17 óra 30-kor fog kezdődni, a Váradi Trió Sopronban nagyon híres, kiváló művészek fogják szórakoztatni a látogatókat, és 19 órától pedig a Drawing kicsit keményebb zenével, de akusztikus megoldással fog érkezni. Ez kicsit más célközönség, de őket is várjuk a fiatalok közül, és talán az este egyik legjobb, nagyobb érdekessége, hogy 20 órától Jánoki Márió, a VAK énekes és zongorista fog fellépni Stevie Wonder számokkal, illetve ő pár évvel ezelőtt Krakóban külön díjasa lett a Bocelli tehetségkutató versenynek, amit a Lions, világ Lions találkozója támogatott, úgyhogy egy komoly művész fog érkezni, és ez este utolsó etapjában pedig a soproniak nagy kedvence DJ Jokó fogja záróráig szórakoztatni a közönséget. Egyébként a sportprogramokra belépőjegy van-e, regisztrálni kell, ezek fontos dolgok? Teljesen ingyenes minden rendezvény, a koncertektől a sportrendezvényig, senkinek semmit nem kell érte fizetni, egy a kérés, aki ott van, az egy jelenléti évben dokumentálja, hogy érdeklődött, hiszen így tudjuk felmérni, hogy kikhez jutottunk el, és milyen célközönséghez, és hány főhöz jutottunk el. Reméljük, hogy sokan lesznek, és ha ez sikeres, akkor van rá lehetőség, hogy ez évente megismétlődjön. Most ugye felsoroltuk a programokat, nem biztos, hogy mindenki ezt így be tudta magának jegyezni, hogy melyik nap hova érdemes mennie, hol tud érdeklődni a programok iránt. Egyrészt a honlapunkon, a soprontigrisek.hu weboldalon, illetve a Facebook oldalon nagyon-nagyon részletesen napokra bontva, eseményekre bontva vannak események, megjelenítve, ott mindent megtalálnak mindenki. Hát minél többen jöjjenek és nézzék meg, hogy mit készítettünk, mit szerveztünk erre a hétvégére a soproniaknak. És hát ugye, ha túl leszünk ezen a hétvégén, akkor nem szabad elfeledkezni arról se, hogy a kosár szezon zajlik, és vannak érdekességek is a Soproni Tigrisek házatáján. Például az, hogy most 2 felnőtt csapat fog indulni, ezt jól tudom? Igen, jól tudod. Augusztus 5-én elkezdtük a munkát, kemény edzőtáborokkal vagyunk túl, Balatonon voltunk a gyerekekkel, 4 csapattal voltunk különböző turnusokban, kiváló edzőkkel, meghívott edzőkkel is, Borra Zoltán, Patona Imre is fémjelezte az edzők névsorát, és hát elindult most már a bajnokságra való készülés, és valóban, ahogy mondod, egy ifjú tigrisek néven elindítottunk még egy felnőtt csapatot, ugye a felnőtt csapatunk az megnyerte már 3 éven keresztül a nyugati csoportot, sőt az NB1B-ből osztályozóig jutott el, sajnos felkerülni nem tudtunk, de nagyon-nagyon tehetséges 17 éves fiaink voltak, akik kiöregedtek az utánpótlásba, és úgy döntöttünk, hogy ezt a kiváló társaságot szeretnénk együtt tartani, és Németh Lael vezetésével beneveztük őket szintén az NB2 nyugati csoportjába, úgyhogy lesz majd rangadó ifjú tigrisek és bölcs tigrisek mérkőzéssel a belvárosi sportcsarnokba, de a kisebbek, tehát az utánpótlás csapatok is dolgoznak, a juniorok, a kadettek, a serdülők, most jöttek meg a serdülők, Kolozsváron voltak egy nagy nemzetközi tornán, 4 mérkőzést játszottak. A kenguru, 3 kenguru csapatunkban szeretnénk januárra már 4-et elindítani. Gyermekcsapatunkból is 2 van, serdülőből is 2 indítunk, és hát vannak új bázisok, ahová a tigrisek tovább fejlődnek. Kilépett Sopronból tulajdonképpen? Így van, igyekszünk még szélesebb bázist teremteni. Ágfalván kötöttünk szerződést az Ágfalvi iskolával, Kópházi iskolával, ahol az ottani kollégák, illetve innen is kimennek kollégák dolgoznak, sőt a Kópházi óvodában is egy óvodás csoportot elindítottunk. Fertődön egy kiváló kolléga
neveli a kisebb tigriseket, és hát Harkára is szeretnénk eljutni. A meglevő bázisunk a Deák tér, az Orsolya és a Fenyő tér Német Nemzetiségi Iskola bázisával, tehát már 7 helyen pallérozódnak a tigrisek, és szeretnénk decemberre ezeknek a fiataloknak egy tigris avatót tenni, és jó május környékén pedig elmegyünk az állatkertbe, és Budapesten örökbe fogadunk egy tigrist. Ez nagyon aranyos. Hány gyerekről van szó egyébként így nagyságrendileg? Hát ez beindul ezekbe az iskolába, akkor olyan 250-300 gyerekkel fogunk foglalkozni. A versenyző korosztályok, akik közvetlenül versenyeznek, az olyan 150 fő lesz, a többi az előkészítő úgynevezett kosárpalánta program részvevői, ők is majd januártól havonta egyszer egy kis sorversenyekkel játszanak, de hát az alapokat szélesíteni kell ahhoz, hogy erős tigrisek legyenek. Így van, pontosan. És hát van egy másik erős bázis a soproni tigriseknek, méghozzá a kerekesszékes csapat, és hát őrájuk sem vár egy könnyű szezon, úgy, hogy kétszeres magyar bajnokok. Hát azért most innentől kezdve úgy érzem, hogy mindenki titeket akar megverni. Valóban, ezt érezzük is. Hál' Istennek új csapat is lépett be a porondra, a Pécsi Együttes, egy összefogás mi eredményeként mi is segítettük Pécset eszközökkel is, az ott meg szakmailag is, ugye Magyar András, aki a szövetségkapitány is, szakmai munkájával segítette, hogy Pécs elindulhasson, elindul, sőt a bajnokságban is elindul, úgyhogy növekedett a csapatok létszáma, hát a törekvő és az örök ellenfél. Nem lesz velük könnyű, de hát ettől szép a sport, hogy nem adják olcsón és ingyen a sikert. Kétszer sikerült a bajnokság, reméljük meg tudjuk védeni, és előtte pedig indul majd októberben a Magyar Kupa, aminek tavaly óta a védői vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy idejében is ilyen szép sikert érnek el a kerekesszékes sportolóink. Akkor a Sport a mi szenvedélyünk című rendezvényhez is természetesen a teljes bajnokságban szereplő összes fiatalnak és kosarasnak sok sikert kívánok. Nagyon köszönjük, és reméljük, hogy sok embernek lesz ezen a hétvégén is a Sport a szenvedélye. Nagy Tamásnak köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.